Szevasztok srácok, Csöpi vagyok, de itt van Alex is velünk, és ma elkészítjük az első POTM, tehát Player of the Month, vagyis hónap játékosát, aki szeptemberben nem más lett, mint ugye Lucas Moura. Ugye ő sokáig a PSG-be volt, onnan ment át. A Spurs-be 86-os kártyát kapott, ugye nem jobb szélen fogjuk használni, tehát nem jobb középpályásnak fogjuk használni, hanem a jobb szélsőnek támadóként. Még 5 napig él, de gyorsan megcsináljuk, hogy legyen tudva. Nem egy drága mulatság, szerintem majd a következő lesz drága, ugye ahol a Hazard lesz szerintem a POTM. 4 SBC kell hozzá, úgyhogy adnék pakkot is a POTM SBC. Ugye 11 Premier Liga játékos kell bele pont, max 3 nemzetiség, minimum 3 ritka játékos, 80-as, rating 90-es összhang. Nagyon könnyű SBC, ugye itt van a 3 rare játékos, és akkor spanyol, francia, meg belgából lett összerakva. Talán ez a legolcsóbb megoldás erre az SBC-re. Volt néhány játékosunk egyébként klubba, tehát azokat betettem. Nem volt egy vészes, gyorsan lepörgettem, mennyibe kerültek. Ja, és hogy egy Jumbo Premium Gold pakot ad. Az első SBC a POTM SBC-nek. Tottenham Hotspur a következő, ugye kell bele két Spurs-ös játékos. Minimum 4 a Premier Ligából, 81-es ratinghez, 90-es chemistry. Nagyon egyszerű kis SBC-k ezek egyébként. Tavaly emlékszem, a Money volt az első, és 180 ezerbe ment a Money, amikor ugye nem lehetett kapni a piacon, tehát jól megszopadták a játékosokat, most annyira nem. Ide is volt pár játékosunk, úgyhogy most beáldozzuk ezt a Farmant, a Bendert. Menni kellett ugye két Spurs-öst, mert csak olyan Spurs-ös játékosaink voltak, amiket nem akartunk beáldozni. Úgyhogy nézzük meg, hogy mennyibe fájt ez az SBC. Ez se volt egy vészes. Úgyhogy erről is nincs mit beszélni, egy Rare Gold pakkot ad. Harmadik SBC ugye Brazil, mert Lucas Brazil, minimum 3 Brazil játékos kell bele, egy ligában max 4 lehet, 82-es rating kell majd, és ugye 85-ös csapat összhang. De beáldozzuk ezt a Savicsot, azt nyitottuk még régebben, meg ezt a Kagawát, őt is nyitottuk még régebben. Juan Frant is nyitottuk szerintem. Rafaelt is nyitottuk. Úgyhogy egy csomó játékos nyitottuk meg ezt a, nem tudom, milyen brazil szélső, de nézzük meg, hogy mennyibe kerültek a játékosok. Elég olcsó ez az SBC egyébként. Az egész POTM elég olcsó. Gondolom majd a Hazarddal lehúzzák a jó népet a következő hónapban, ami igazából már ez a hónap. Úgyhogy Gold Players pakot ad. Elég csöves pakok szerintem. A bölószar nem fog jönni. Tavaly előtt emlékszem, a Sterlingből egy Litmanen jött. Negyedik SBC Player of the Month, ugye egy ligából max 3, egy nemzetiségből max 4 lehet, és ugye aranyjátékos a 90-es kemi. Betettek előre egy Lukaszt, úgyhogy ezt a legolcsóbb úgy lehetett kihozni, itt van 3 német a német ligából, itt van 3 olasz az olasz ligából, egy random kapus, meg ugye 3 spanyol a spanyol ligából. És nézzétek meg, nagyon olcsó volt. Úgyhogy ez volt talán a legolcsóbb SBC, ilyen 5000 coin sem volt, vagy nem is tudom, 4000 coin körül. Úgyhogy nyomjuk el, kapunk egy meszt. Egy ilyen Player of the Monsters meszt, ezt már láttam egyébként ellenfélen, tudod, ezt a mesztok, jól néz ki. És a Premium Gold, Gold pakja helyett egy nagy hulladékpak. Na és akkor elkészültünk az első POTM játékossal, ugye Lukásszal. 86-os RM kártya. Egész máshogy néznek most ki a POTM játékosok, ráadásul itt ki is jönnek. Tehát nem csak megkapjuk a kártyát, van egy kis animáció is, ugye, walkout. Magyar mezbe, tök cool, nem? Nem is ilyen szokott, nem tudom, ez külön ilyen, külön walkout, nem? Tehát nem ilyen szokott lenni a walkout, vagy igen? Ilyen szokott lenni?
akkor lehet, hogy most beégtem, de lefasom. Jól néz ki magyar mezbe a Lukasz. POTM Premier League. A tehem. Elnyomom. Ugye itt ez a Franco mez, és itt a Lukasz kártyája. 3 csillag, 4 csillag, 5,9 láb magas. 94-es balansz. Tudod, hogy játszatni fogja Alex. Úgyhogy... tudom is, hogy milyen lapot fogunk neki adni, ami fizikát is növel, meg gyorsaságot, és lövést. Azt hiszem, ez a Hawk, ugye? Azt fogunk neki adni. Úgyhogy mehet mind a kettő a klubba. Következő ez lesz. Ekközben srácok, ugye megjöttek a foot swap díszes okosságok is. Erről majd láttok mindig videókat, hogy lehet megszerezni a játékosokat. Na, de van 4 pakkunk, és akkor Alex meg kinyitja ezt a 4 pakkot, elég fos pakkok. Na srácok, kezdjük akkor ezzel a Premium Gold pakkal. Nézzük. Hát ritka. Ki lesz? Butland? Butland. Végülis egy nem tudjuk kapni a Heaton helyett. Ugye angol védelme, és akkor Heatonni azért ez a Butland sokkal jobb szerintem. Fitness ad is jó. Na, akkor most nincs ezt a Gold Players pakkot előbb, mint a 15k-s pakkot, ugye ez... egy ritka van benne csak. Az nem is board, hanem egy... értem, hallottam róla erről a játékosról, Cork. Decsöves pak volt. Nem tudom, hogy most ez a Wings ére valamit. Most... nem, ott az összes söves. Na, 15k-s pak, 24 cucc van benne. Nem. Egy trap. Frankfurtosban ugye már. Hú. Egy fos. Pak volt, ebben sincs értelmes játékos. Fitness van egy benne. Plusz 1000 coin. És akkor ezt elküldjük a kukába. És akkor utolsó pak, Rare Gold pak, 25k-s pak. 18-ban nagyon utáltam ezt a pakfajtát. Pont ezért. Nincs benne board 25k-ért. Úristen. Választok egy fantasztikus 75-80. Közötti rét, igen, rare. Az biztos, hogy például ilyen 75-76-as játékos jött darabot. Na mindjárt ezt már nézzük, mert ilyen 79-es ennél a tozárt. Fitness 3000 coin. Na nézzük. Venyama. Venyama jött is. Lazanya nem kell. Lazanya. Yes, oké, Wanyama. És akkor a miénk sűrű, már a Fulhambe van. Úristen, a csöves. Hát srácok, ez az a pakok úgy nem nagyon adták. Gyakorlatilag nem ér semmi. De mindig megvan legalább Lukasz Mórának a POTM kártya, amit biztos, hogy játszani fogok. Szerintem segíteni fog nekünk minden feladat ugye a megszerzésében, a játékosok megszerzésében. És egy nagy fejlesztés ugye a csapaton. Végre van egy Spesco kártyánk, amit tudunk használni. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Alex volt, hogy itt volt Csipi, és szevasztok!